Üdvözlöm, polgármester úr! A szokásos heti összefoglaló megtartására szeretném megkérni. Első kérdésem azzal kapcsolatos, hogy az elmúlt időszakban többször is volt vízkimaradás a város bizonyos területein. Lehet-e bármit tudni arról, hogy mi okozta ezeket a problémákat a vízellátásban? Üdvözlöm is a nézőket, a Balmazújvási lakosokat. Igen, megérdeklődtük, és azt nem tudom, hogy hány helyen hányszor volt, de azt tudom, hogy volt egy nagy vízkimaradás, amely az egész települést érintette. A vízmű tájékoztatása szerint egy elektromos üzemzabar volt kint a újkercsori vízkitermelésnél, ami alapján nyomáscsökkenés jött létre a rendszerbe, és visszaürült a rendszer. És miután ezt azonnal elhárították, egy bizonyos időbe telt, míg a víztornyot mindent újra töltöttek, és újra a nyomás rendeződött a város területén. Azért lehetett látni a vízelszíneződést is, mert ez a víznyomás ingadozás ez egy kicsit felkavarta a vízben lévő üledéket, de ez hamar kitisztult, természetesen a vízmű után a rendszermosatást végzett azonnal, úgyhogy ez volt az, ami az egész várost érintette, nem csak egyes területeket. Nyilván az, hogyha valahol van egy csőtörés, vagy bármilyen egyéb is egy-egy szakaszt lezár a vízmű, az ott a hiba elhárítás után megszűnik, de ez érintette az egész várost. Úgyhogy ezzel kapcsolatban ezt a tájékoztatást kaptam a vízműtől. A következő kérdésem arra irányul, hogy az alapellátásban dolgozó orvosokat is érinti a nemrégiben elfogadott törvénytervezet. Sikerült-e már egyeztetni a szakorvosokkal? Biztosított lesz a városi egészségügyi szolgálat működése? Hát ez egy nagyon kényes kérdés. Azt hiszem, hogy országosan is egy nagyon kényes kérdés, és szerintem aki most az országban arra vállalkozna, hogy erre választ ad, az nagyon merész lenne. Igen, egyeztettem bizonyos formában és beszélgetés kapcsán szakorvosokkal, és a teljes bizonytalanságot látom az egészségügyi ellátás területén. Én nagyon bízom abban, hogy az önkormányzatnak, Balmazújvárosnak a járóbeteg szakellátása nem szenved majd csorbát az intézkedések végrehajtása során. Hát nem sok határozott választ kaptam még a szakorvosainktól, viszont nagyon komolyan elgondolkoznak a lehetőségen, illetve azon, hogy esetlegesen ezt aláírják, vagy nem írják alá. Jelen pillanatban a szakellátásunk működik, tehát ezzel kapcsolatosan nincsen semmi problémánk, viszont a jövő az nem tőlünk függ, hanem majd a szakorvosi állománytól függ. Egy dolgot szeretnék még ezzel kapcsolatosan most előre bocsájtani, a Fekete doktorúrral és a Nagy Zsolt doktorúrral egyeztettem ma, mind a házi orvosi, mind pedig a szakorvosi szolgálat részéről. Az önkormányzat valamilyen úton módon szeretne besegíteni a leterhelt egészségügyi munkába, és hamarosan egy komplex megoldást találunk arra, hogy minden telefonhívás, ami az egészségügyi szolgálatunkhoz, akár a házi orvos, akár a szakszolgálathoz megy, az fel legyen véve. Tehát, hogy olyan hívás ne legyen, amikor reggeltől estig hívja valaki az orvosi szolgálatunkat, akár házi orvos, akár a szakmai szakorvosi szolgálatot, és nem veszik fel a telefont. Az, hogy konkrét ügyintézés ebben az esetben nem fog történni, csak az adatok felvétele, és hogy kit keres, és milyen okból, és mi ezt majd továbbítani fogjuk, valószínű, hogy így fog megoldódni, de az orvosaink is nagyon készségesen fogadták az önkormányzat felajánlását, hogy szeretnénk ebbe besegíteni, szeretnénk minél kevesebb panaszt hallani az orvosi szolgálatunkra. Nyilván tudjuk a leterhelést, hogy ez milyen mértékű, de megpróbáljuk azt megoldani, hogy minden egyes telefont fel tudjunk venni, ami akár maga a szakorvosi rendelő, akár a házi orvosi rendelő, akár egy kisegítő szolgálat, aki a későbbiek folyamán az adott hívást a megfelelő helyre fogja továbbítani. Tehát ezen dolgozunk, a mai napon kezdtük el ennek az egyeztetését, és hamarosan a lakosságnak is módja nyílik ezt megismerni, hogy hogyan és mind kell majd ezt használni. Folytatnám a kérdéseimet azzal, hogy a Balmazkamilla működtetésére volt egy elképzelése a városvezetésnek, ami nem valósítható meg. Mi lesz a hotellel, mi lesz a hotelt működtető céggel? Hát igen, tehát az, hogy nem tudjuk bérbeadni a Balmazkamilla hotelt,
Az a levél, amelyet 2017. január vagy februárban ugye küldött az önkormányzata a fenntartó felé, a támogató felé, ez nem volt számunkra akkor ismeretes, tehát minden egyes levelet sajnos nem volt alkalmunk előszerezni ezzel kapcsolatban, annál is inkább, mert nem volt tudomásom szerint iktatva sem volt ez a levél, csak hozzá volt csatolva egy bizonyos anyaghoz. Örülünk, hogy egyébként a támogató ezt a tudomásunkra hozta, és ebben nem engedélyezi a 100%-os önkormányzati tulajdonon kívüli cégek számára a bérbeadást, mert Balmazóvárosi önkormányzata akkor 2017-ben azt vállalta, hogy bizonyos fejlesztés fejében akkor csak 100%-os önkormányzati tulajdonú céggel fogja üzemeltetni a támogatott intézményt, bár ez magában a támogató okiratban számunkra nem derült ki, hogy ez a kötelezettségünk megvan. Most egy kicsit megakadt a Balmaz Kamilla Kft. Működésével, illetve a Balmaz Kamilla Hotel további sorsával kapcsolatos tervezés. Nyilván fogunk rajta dolgozni, hogy minél hamarabb megfelelő intézzük a sorsát a Kft.-nek, meg a hotelnek is, de ez a vírushelyzet most azt mutatja, hogy mind a hotelnek, mind a közfürdőnek, tehát a gyógyfürdőnek is a mai naptól be kell, hogy zárjon, mert a hotelben tudomásom szerint munkával, oktatással kapcsolatosan, szakmai konferenciával kapcsolatos szobafoglalás nincsen, a közfürdőt meg egyértelműen zárnunk kell. Úgyhogy amíg ez a veszélyhelyzet van, hát ezen a kérdésen addig is dolgozunk, de sajnos zárva kell tartanunk mind a két intézményünket. Következő kérdésem az lenne, hogy milyen fontos rendezvényeken és egyeztetéseken vett részt az elmúlt héten polgármester úr? Egy pillanat. Ami nekem nagyon fontos rendezvény volt, az csütörtök. Csütörtök délután a jó tanuló, jó sportoló gyerekek számára adtam át a polgármester elismerést, amit nyáron a városnapok alkalmából ugye és adminisztrációs hiba miatt nem történt meg. Én azt gondolom, hogy jól érezték magukat a gyerekek, minden szülő itt volt a gyerekekkel, szerintem büszkék lehettek a gyermekeikre, és bensőséges, jó hangulatú kis ünnepség volt. Ez nekem nagyon, nagyon megemelte az energiaszintet a múlt héten. Ezen kívül volt 6-án egy nagyon konstruktív megbeszélésem az egyik vállalkozó csoporttal kapcsolatban, akiknek a tulajdonosai, a Kft. Ügyvezetőivel, tulajdonosával volt mintegy egy órás megbeszélésem, és a megbeszélés végén úgy nyilatkozott, hogy amennyiben valóban az önkormányzat tervei azok, amit megbeszéltünk, akkor ők is terveznek a továbbiakban is Balmazújvároson fejlesztéseket, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a nyitott vállalkozó barát elképzelés az önkormányzat részéről mindenképpen a jövőnek az útja kell, hogy legyen. Én azt látom, hogy erre a vállalkozók is nagyon nyitottak. Hát természetesen voltak egyeztetéseink. A Oxenvég pályázattal kapcsolatosan végre a műszaki ellenőr, a kijelölt műszaki ellenőr, a kivitelező és az önkormányzat képviselői is asztalhoz ültek a egyeztetés véget, úgyhogy elindult ez a folyamat és a munkaterületeknek az átadásának a folyamata. Lezárult egy ellenőrzés közfoglalkoztatással kapcsolatban, az ellenőrök voltak itt, és a jegyzőkönyvet bocsájtották a rendelkezésünkre, és a megállapításokat megtették, megbeszéltük a további teendőket. A közétkeztetést végző cégnek a vezetője volt nálam kedden is, egy hosszabb megbeszélés volt a közétkeztetéssel kapcsolatosan, az árakkal, a nyersanyag normákkal, bármi mással kapcsolatban. Jelen pillanatban még tárgyalásban vagyunk, tehát tartjuk magunkat a önkormányzat képviselőtestületének a határozatához, de nyilván a étkeztetés végző cég pedig a saját érdekeit képviseli,
de mi sem zárkózunk el attól, hogy meghallgassuk az egyik nagyon fontos szolgáltatónak a kéréseit, érveit, tehát továbbra is mennek a megbeszélések. A mai napon volt egy intézményvezetői megbeszélés. Ez az intézményvezetői megbeszélés a tegnapi elfogadott kormányrendeleteknek a nyomán jött létre. Minden intézményünk itt volt, tehát a könyvtár, a művelődési otthon, a Ne felejts idősek otthon, a humán szolgáltató és a Egyesített Óvod és Bölcsői Intézmény vezetője. Átbeszéltük a teendőket, a tavaszi tapasztalatokat mindenki leszűrte. A könyvtárnak a vezetője arról tájékoztatott, és hogy a könyvkiszállítás, a könyvkölcsönzés kiszállítással az ugyanúgy működni fog, mint tavasszal, de nemrégiben visszaszólt telefonon, hogy sajnos ezt a központ lefújta, tehát nem lesz kiszállításos könyvbérlés, vagy tehát könyvkölcsönzés. Úgyhogy ezek voltak azok az dolgok, amiket most a héten, még a múlt héten rendeztünk. Közeledik a karácsony. Idén hogyan tervezi a városvezetés a közelgő karácsonyi ünnepségek megszervezését, illetve az adventi gyertyagyújtást? Online. Tehát igazából ez azért volt ez a rövid szó, mert egyik pillanatról másikra változik a helyzet. Most december 11-e körülig ugye semmiféle rendezvényt nem lehet rendezni, 10 főnél nem lehet nagyobb csoportosulás sem köztéren, sem a családba. Temetések korlátozva vannak, esküvők korlátozva vannak, egyes intézmények, sport, kulturális intézmények korlátozva vannak. Én azt gondolom, hogy nem készülhetünk úgy, hogy bármilyen rendezvényt fogunk most tartani online, és megpróbáljuk minden csatornán eljutatni a szívbéli jókívánságainkat a lakosoknak. Természetesen adventi gyertyagyújtás az idén is lesz, de ez is online. Hogy kik fognak gyertyát gyújtani, azok legyen még egyelőre meglepetés. Sokakat érdekel, hogy mit lehet tudni a Covid-dal kapcsolatosan a Balmazújvárosi esetszámokról. Összefoglalná a polgármester úr az elmúlt napok legfontosabb változásait, konkrétan Balmazújvárosra vonatkozóan? Igen, természetesen. Tegnap volt már egy Facebook bejelentkezésem, de hát az csak azokhoz jut el, akik a Facebookot nézik. Nagyon fontos, hogy azokhoz is eljusson, akik televízión keresztül akarnak tájékozódni. Sok jó hírrel nem tudok szolgálni, mert a 45. héten, tehát a múlt héten 48 új Covid pozitív eset volt igazolva Balmazújvároson. És hogy ez a tendencia mennyire rossz, az azt tudom mondani, hogy a 41. héttel van nekem folyamatosan írva, és úgy van a folyamat, hogy 41. héten 4, 42. héten 13, 43. hét 9, 44. hét 27, 45. hét 48. Azt hiszem, hogy ez egyenesen mutatja a tegnapi kormányrendeletnek a szükségességét. Hiszen Balmazújváros azért a tavaszi időszakban lényegesen könnyebben vészelte át ezt az egész vírus időszakot, hiszen az egész megyében talán 27 fertőzöttet mutattak ki, most viszont már 6000-et haladta a megyében a fertőzöttek száma. Tehát 48 fő volt, aki a múlt hét óta kimutathatóan Covid pozitív a városunkban. Bekértem az intézményektől a jelentéseket. Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde intézményben 2 dolgozó vár tesztelésre, Covidra utaló tünetek miatt természetesen az otthonukban. A múlt héten egy gyermeket teszteltek, az eredményt várják, a gyermek otthon van. Egy dolgozó házi karanténban van, mert a férjének a tesztje pozitív lett, ő is otthon van, és egy dolgozó maradt távol Covidra mutató tünetekkel 10 napig, de őt jelenleg nem tesztelik. Az intézményvezető asszonnyal egyeztettünk, amennyiben a szülők úgy gondolják, hogy ez alatt az időszak alatt, tehát ez alatt a 30 napos időszak alatt nem szeretnék a gyermeküket óvodába vinni, mert van lehetőség rá, hogy otthon, családi körben vigyázzanak rá. Ebben az esetben minden óvoda vezetőnél, tagintézmény vezetőnél van kitöltendő kérdőív, azt kitölti, beadja, és engedélyezni fogja az intézmény vezető asszony, hogy hiányzás nélkül ebben az időszakban a gyermek a családja körében maradhasson. A Balmazújvárosi Általános Iskola intézményvezetője, Nádasdéné Kerekes Erzsébet is elküldte a
jelzését, nem tudnak koronavírusos megbetegedésről, karanténban egy fő felsős tanuló van, de ott a szülői megbetegedés miatt. Tehát jelen pillanatban az általános iskolánk, úgy is mondhatnám, hogy tudomásunk szerint teljesen tiszta. A Veres Péter Gimnázium Technikum és Szakképzőiskola ugye mai naptól online oktatás van. Kettő tanulóról tudtak a tegnapi nap, akinek igazolt pozitív tesztje volt, de ők már a őszi szünet előtt is már otthon voltak, és így nincsen kontakt személy az iskolában. Dolgozók közül hárman nem dolgoznak, kettőnek vannak influenza-szerű tünetei, náluk még nem végeztek tesztet. Egy dolgozónak negatív lett a tesztje a három közül. Balmazolási Református Általános Iskola és Óvodában nem történt változás, ott nem tudnak most jelen pillanatban új COVID-fertőzöttről, a gyerekeknek a hiányzása teljesen átlagos, mindenkor az ilyen őszi időszakra jellemző. A Kistérségi Humánszolgáltató Központnál nincsen tudomása a COVID-fertőzöttről a intézmény munkatársai között az intézményvezető asszonynak. Két fő van hatósági házi karanténban, mert kontaktkutatás eredmények közül karanténba kell nekik tartózkodni. Azért azt el tudom mondani, hogy a Humán Szolgáltató Központunk működési területen lévő egyek nagyközségben lévő idősek otthonában már három dolgozó esett ki. Tehát a probléma igazából ugyanúgy, ahogy az egészségügyben, nem a betegek számának a növekedésével, hanem a szakdolgozók számának a csökkenésével lesz igazán nagy probléma. Tehát ahogy kiesnek a kórházi, illetve a más egészségügyi dolgozók, a mentőszolgálat, a rendőrség dolgozói, a szociális ellátórendszer dolgozói, onnál nagyobb lesz a probléma, hiszen mindent önkéntesekkel nem fogunk tudni megoldani. A mi mentőszolgálatunk még mindig teljesen harcra kész, ami nem mondható el minden környékbeli mentőállomásról, és ezáltal a leterheltség egyre nagyobb az itteni állományunk számára is. A Ne felejts idősek otthonában azt kell mondjam, hogy a legjobb hír, hogy a ápoltak környékén, a bentlakóknál nincsen egyetlen COVID-fertőzésre utalója sem. Szigorítjuk most még eddig is már szigorú volt, hiszen augusztus 16-a óta van teljes kijárási tilalom és látogatási tilalom. Most már a külső étkezés kiszolgálását is megszünteti erre az időszakra a intézmény, úgyhogy még kisebb lesz a kontakt külsős személyekkel, illetve próbálunk arra is megoldást találni, hogy a gondozottak, hozzátartozói a gondozási díjakat hogyan fizethetik be úgy, hogy minél kevesebbszer kelljen az intézményben átvenni pénzt, úgyhogy erre most megoldásokat fogunk találni, hogy tényleg próbáljuk meg teljesen elszeparálni a idős otthonunk lakóit, és így szeretnénk megúszni úgy, hogy egyetlen egy idős gondozottunknak se kelljen a COVID vírussal szembenéznie. A kettő kollégánál megtörtént a tesztelés, de még nincsen eredmény, de ők táppénzen vannak, tehát nincsenek már bent a múlt hét óta. A rendőrséggel kapcsolatosan annyit szeretnék elmondani, hogy a kapitány úrral egyeztettem, és adatkéréssel fordultunk a kapitánysághoz, amely adatkérésre természetesen meg is érkezett a válasz, és ezt minden héten el is fogjuk tudni mondani. November 9-i állapot szerint 49 fővel szemben került hatósági házi karantén elrendelésre. Kettő fővel szemben foganatosítottak a múlt héten intézkedés kijárási korlátozás miatt. Kereskedelmi hatóságként a fenti időszakban kettő alkalommal történt intézkedés. A rendőrkapitányság az illetékességi területén hatósági házi karanténban tartózkodó személyeket a fenti időszakban, tehát 9-ig 420 alkalommal ellenőrizte. Tehát ott is nagyon kemény munka folyik, úgyhogy azzal együtt, hogy a kormány most azt hiszem, hogy a szigorításokkal még több feladatot ró a rendőrségre, szerintem ott is legalább olyan helytállás szükséges majd, mint a mentőszolgálatnál. Szeretném kérdezni azzal kapcsolatosan polgármester urat, hogy mely közterületen és mikor kötelező a maszk használat a Balmazújvárosban? Igen, ez egy kis külön bejátszást igényel, hiszen az éjszaka tegnap meghozta a parlament a döntését,
és a magyar közlöny meg is jelent még az éjszaka folyamán. Ebben a 484/2020, 485/2020 és a 486/2020-as számú kormányrendeletekben szabályozza az elkövetkezendő 30 napnak az életét a kormány a parlament hozzájárulásával. Itt egyetlen feladata van a polgármestereknek a 10 000 lakos fölötti települések esetében, tehát Balmazújváros esetében is, hogy a polgármester feladata azon közterületek, kiemelten fontos közterületeknek a megjelölése, ahol a maszkviselésnek a szabályát a polgármester határozza meg. Igazából egy központi szabályozás sokkal egyértelműbb lenne, de azt is értem, hogy vannak helyi sajátosságok, és lehet, hogy a kormány ezt akarta kiemelni, kidomborítani. A terveink szerint, és holnap megjelenik ez a rendelet, a piacon mindenféleképpen szabályozni szeretnénk a maszkviselését természetesen. Szabályozni szeretnénk az iskolák és az iskola, óvoda, bölcsődék közvetlen környékén, természetesen csak és kizárólag idősávban, a reggeli iskolába menetel és a délutáni iskolából történő elmenetel időszakára szeretnénk az iskolák közvetlen környezetében szabályozni a maszkviselést, és azt szeretnénk, hogyha a gyerekek is maszkban jönnének ki az iskolából. Mert az úgy, hogy a kiözönléskor délután már senki nincsen maszk, akkor egész nap hiába vigyázunk magunkra. Illetve fontos területeket jelöltünk még ki. A Lidl, a Penny és az Áfisznak a parkolóiba kötelező lesz a maszkviselés. Ezekről értesíteni fogjuk majd a tulajdonosokat is, hiszen ezek a nagy áruházláncok a tulajdonosok. Azt gondoljuk, hogy ott megint csak sok ember az, aki találkozhat, tehát itt mindenféleképpen kötelező lesz. És még egy nagyon fontos hely van, ahol rengetegen összefutnak, ez pedig a patika, posta, orvosi rendelő. Amikor belépünk ott a patikánál arra a belső területre, ott mindenféleképpen maszkban kell majd közlekedni. Ott egész nap, ott nem lesz idősáv. Azt gondolom, hogy itt a legtöbben vannak, akik egyébként valamilyen problémával mennek oda, akár patikába, akár az orvosi rendelő, illetve a postáknak a látogatottsága azért elég magas. Úgyhogy csak ezekre a területekre szeretnénk kiterjeszteni ezt a maszkviselési kötelező szabályokat. Más területet nem gondoltunk ezzel kapcsolatban. Van még olyan fontos dolog, amit mindenképp el szeretne mondani polgármesterről nézőnek? Én azt hiszem, hogy egy nagyon fontos dolog az, hogy a maszkviselésnek a szabályait a rendőrségnek kell ellenőriznie. Illetve itt a közlönyben meghatározott üzleti nyitvatartásokat, minden más egyebet szintén a rendőrség fog ellenőrizni. Én azt gondolom, hogy most nem az elrettentés kell, hogy a rendőrségnek a feladata legyen, hanem a figyelmeztetés arra, hogy óvjunk másokat is, ne csak magunkat. És az, hogy ilyen erős pénzügyi bírságokat helyezett a kormány kilátásba, ami nem megfellebbezhető, hanem az bizony be fogják kőkeményen hajtani, ez nem feltétlenül arra irányul, hogy most pénzt szedjen be valaki, hanem arra, hogy ha már egyszer rászóltak, akkor vegye komolyan, mert esetleg másodjára már kap egy 50 000 forintos csekket, csak mondtam egy összeget. Én azt kérem a lakosoktól, hogy ne is kelljen, hogy bárki szóljon. Tehát igazából én, ha kimegyek az épületből, lehet, hogy rajta marad a maszk, és úgy megyek el hazáig. Már lassan észre se veszem, viszont az, ami jelzésértékkel jön, hogy azért ennek a maszknak vannak bizonyos előnyei, én azt szeretném a továbbiakban is kielvezni, én szeretném, hogyha tünetmentesen tudnánk itt a hivatalt is megőrizni, hisz a hivatalban is vannak most már szabályok. Ide is csak úgy jöhet be bárki ügyintézni, hogy csak az ügyintéző kísérletében egyesével lehet bárhova bemenni, és csak maszkban és készfertőtlenítéssel óvjuk az itt lévő állományt is, hisz azért nem csak az egészségügyi dolgozók találkoznak meg a boltosok minden nap a lakosokkal, hanem a hivatalok is, akár a kormányhivatal, akár a városi hivatalról beszélünk, az önkormányzat dolgozóiról, és ők is számunkra ugyanolyan fontosak, mint bárki más, sőt, munkatársi szempontból sokkal közelebb vagyunk egymáshoz. Úgyhogy mindenféleképpen én azt kérem mindenkitől, hogy a
kijelölt helyeken viseljék a maszkot, saját maguk belátása szerint gondolják azt végig, hogy bár összehasonlítjuk az influenzával az adatokat, de azért az influenzánál én még nem hallottam olyat, hogy mondjuk 10 lélegeztetőgépre került beteg közül mondjuk 6-an azért nem fognak arról lejönni. Tehát én azt gondolom, hogy végig kell ezt gondolnunk, hogy a végkifejlés stádiuma ennek a betegségnek nagyon kemény. Mindenki arról számol be, aki átesett rajta, hogy ez egy, nem egy egyszerű kis tüdőgyulladás, úgy néz ki, hanem ez ettől sokkal több. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ezt ne tapasztalja meg, és vigyázzunk egymásra. Köszönöm szépen, polgármester úr, az elmúlt időszaknak az összefoglalóját, és a jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen.